Köszöntöm Önöket! Mai vendégünk Varga Nándor, a Karcagi Ipari Park Kft. Ügyvezető igazgatója. Szeretettel üdvözlöm stúdiómban, és örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Örülünk, hogy a tavasz után ismételt riportra kerül sor, és szíves örömes tájékoztatom Önt és a tévénézőit is az eltelt időszakról, illetve a közeljövőről. Gondolom, nagyon sok új fejlemény van. Említette, hogy tavasszal járt nálunk utoljára az ipari park ügyében, akkor már látványos dolgok történtek a területen. Azóta mi a helyzet, az infrastruktúra hogy áll most? Hát tavasszal kellemetlen helyzetben voltunk, mert a nagyon sok csapadék miatt a munkálatokat fel kellett függeszteni 2 hónapra, és ez önmagában hagyján lett volna, de több millió forintot kellett arra költenünk, hogy a leesett csapadékot eltávolítsuk a területről, és folytatni tudjuk a beruházást. Hogyan tudták ezt megoldani? Hát úgy sikerült megoldani, hogy az épülő elektronikai hulladékhasznosítónál és az ipari park egyéb területeinél is szivattyúkat állítottunk be, és ezekkel a szivattyúkkal a vizet nyomattuk az egyes belvíz csatornába, ami a laktanya mögött vezet el, és ez pont abban az időszakban volt, amikor a nagy árhullám is volt, így centimétereken múlott, hogy egyáltalán be tudtuk oda bocsájtani a vizet, de végül is megoldódott a probléma. Utána épültek, elkészültek az utak. Hogyan kell ezt elképzelni, aki nem jár arra, az nem sokat lát ebből? Vagy nem sokat szombaton látott? Szombaton egy küldöttséggel, a testvérvárosi küldöttségekkel bejártuk a területet, ahol vágóképeket sikerült készíteni, remélem a műsorban ezt is megmutatjuk. Az út elkészült, 631 méter hosszú út, emellett járda épült, megépült ivóvíz, szennyvíz és csapadékvíz csatorna, illetve vezeték, térvilágítást csináltunk, ami a utat és a járdát megvilágítja, ezen kívül gázt, illetve áramot hozattunk a területre, azaz kompakt trafót helyeztek el, illetve a gázcsonkokat a megjelölt területeken bekötötték, tehát a betelepülő vállalkozásoknak minden adott ahhoz, hogy akár az építkezési munkát már el tudják kezdeni, folytatni, illetve befejezni, illetve a későbbiek folyamán az üzemeltetéshez a szükséges csatlakozásokat megcsinálják. Hogyan látja, elégedette azzal, ami eddig elkészült infrastruktúra szempontjából? Határidőre vannak-e a dolgok? Nagyon megnehezítette a határidők betartását a tavaszi csapadékos időjárás? A határidő, az eredeti tervezet, az elcsúszott 2 hónappal. Ez szerencsére nem okozott senkinek problémát, hisz augusztus 15-ére komplett készen lett a beruházás, ami még 15 napot biztosított arra, hogy az újonnan felépült elektronikai hulladék hasznosító csatlakozni tudjon rá, illetve meg tudja kérni a különféle hatóságoktól az üzembe helyezési engedélyt. Itt külön kiemelném, hogy öröm számunkra, és remélem az elkövetkező időszakban is a beruházásoknál meg tudjuk ezt valósítani, hogy a generál kivitelező karcagi vállalkozó volt, név szerint Kuruc István, akinek a munkájával maximálisan elégedettek vagyunk, 100%-osan első osztályú minőségben sikerült elkészíteni. Aki nem jár a Gyarmati út fele, például bevallom őszintén, én sem voltam mostanában arra, ugye azt már elmondta, hogy a volt téglagyárnak a területe is az Ipari Park Kft. Tulajdonába került, azt tudom, hogy vagy ipari park része lett, azt tudom, hogy az épületeket elbontották. Most hogy áll az a terület, ugye? Van ott azon egy nagy kémény, azt sem tudom, hogy azzal most mi a helyzet. A korábbi tévériport kapcsán elmondtam, hogy az önkormányzattal van egy előzetes egyességünk. Írásban még nem foglaltuk
ezt a megállapodást, de az önkormányzat képviselő testülete már megrendelte a Karcag városának általános és részletes rendezési tervének módosítását olyan formában, hogy területcsere kapcsán kialakítunk egy 40-45 hektáros egybefüggő ipari területet, és kialakítunk egy 50 hektáros természetvédelmi területet, ahol be tudjuk mutatni a Karcag korábbi élővilágának helyszíneit, és reméljük, hogy azokat az állatokat, növényeket is, amelyek a régi nagykunságban éltek. Akik a vonatra várakoznak, azok láthatják már, hogy szinte kinőtt a földből a hulladék hasznosító, hulladék feldolgozó üzem. Ugye ezt kívülről látjuk, akik vonatra várakozunk, gondolom ön már járt belül is. Hogy haladnak most a munkálatok, hogy áll ez az építkezés, mit lehet erről tudnunk, önnek milyen információi vannak? Az építkezés gyakorlatilag befejeződött. Apró simítási munkálatok vannak hátra, ami annyit jelent, hogy füvesítés, tereprendezés, a kerítésből 10%-nyi rész hiányzik, annak a befejezése történik. Továbbá a leglényegesebb dolog a német gépsor, ami önmagában 1,2 milliárd forint értékű, ennek a behozatala várat magára. Egy kis csúszás sajnos itt is történt, de nem annyira sok, hogy ez problémát okozzon. Várhatóan 2-3 héten belül megérkezik a gépsor, és akkor azt is be tudjuk üzemeltetni. Hogyan látják, arról milyen hírei vannak, hogy várhatóan mikorra készül el teljesen ez az épületkomplexum, és mikor indulhat meg benne a termelés, vagy ennyire még nem menjünk előre? De mehetünk, sőt, mentünk is, már megelőztük ezt a kérdést, hiszen a múlt hét folyamán egy lakossági fórumot tartottunk, ahol nagy örömünkre több mint 90 érdeklődő jelent meg, akiknek a kérdéseire válaszoltunk is. Tehát ahol hulladék hasznosító üzemmel kapcsolatban tartottak van, egy lakossági fórumot. Így van. Itt volt az üzemnek a ügyvezető igazgatója, itt volt a műszaki igazgatója, a nézők közönség soraiban a kereskedelmi igazgató és a többi vezetőember, tehát ha olyan jellegű kérdés lett volna, akkor ők is válaszoltak volna, és ami nagyon fontos, hogy a gépsor gyártója, a MEVA cég is egy prezentációt mutatott, ami anyagot átadtak nekünk, illetve a Karcag TV számára is, és remélem, hogy a kedves nézők ebből is látnak majd vágóképeket. 170 embernek lesz munkája, előzetesen október hónapban, tehát még ebben a hónapban szeretnénk a kéziválogatás egy részét elindítani, és a gép beszerelésével pedig folyamatosan feltölteni az állományi létszámot. Tehát akkor még nincs minden állás betöltve? Tehát még jelentkezhetnek a tévénézők, ugye nálunk is futnak, mennek az álláshirdetések? Természetesen jelentkezhetnek. A jelentkezéseket jelen pillanatban az önkormányzat portájára kérjük szíveskedjenek leadni, és írják rá, hogy az elektronikai hulladékhasznosítóhoz kérik továbbítani a borítékot. Ez azért érdekes, mert a 170 munkahelyből már be van töltve 30, tehát 150 munkahelyre több mint 630 jelentkezés érkezett be eddig. Ez nem azt jelenti, hogy jelentkezési sorrendbe fogjuk elfogadni, hanem az alkalmasságnak megfelelően. Tehát vannak olyanok, hogy villanyszerelői, géplakatos és egyéb speciális szakmával rendelkezők, elsősorban ezek közül válogatjuk ki azokat, akikre szükség van. Természetesen a többség az kézi munkaerő, betanított és segédmunkás, ennek a kiválasztása pedig kapcsolódni fog ahhoz, hogy valamilyen
szakmával, ami ehhez kapcsolódik, esetleg rendelkezik-e valaki, ez majd előnyt jelent, de az eldöntés nem az én feladatom, megvannak ott a megfelelő vezetők, akik már különféle névsorokat, listákat összeállítottak. Ez a lakossági fórum, ez hogy ment? Mennyire voltak aktívak a vendégek, vagy az érdeklődők? Mi volt az a kérdés, ami ugye a legjobban foglalkoztatta őket? Hát a legjobban azt foglalkoztatta őket, hogy bárki jelentkezhet-e oda. Igen, természetesen bárki jelentkezhet. Ezen kívül volt egy pár szakmai kérdés, elsősorban a környezetvédelemmel aggódtak, hogy hulladékról van szó, károsítani fogja a környezetet. Elhangzott, hogy ez a gépsor teljes egészében, például a hűtőgépekben lévő freongázt úgy le tudja választani, hogy a környezetbe semmi nem jut be. Az egyéb hulladékok felhasználása is olyan formában történik, és természetesen majd továbbítása, hogy ez nem okoz környezet károsodást, és amit az egyik kérdezőnk a kérdése előtt meg is jegyzett, hogy nagyon jó volt az a prezentáció, amit a MEVA cég bemutatott, hisz így a kérdések zömét előre megválaszolták. A következő időszakban több rendezvényük is lesz, lesz majd egy átadás, lesz egy alapkőletétel, mik lesznek ezek? Igen, erre az eseményre október 25-én délután 3 órakor kerül sor. Az út és a hozzá kapcsolódó infrastruktúrák ünnepélyes átadási ünnepsége lesz, szalagátvágás, ezt követően az elektronikai hulladékhasznosító egyik csarnokában, amelyet addig még bontásra nem kezdenek el felhasználni, ott megtartjuk az ünnepélyes alapkő letételét a következő befektetőnknek, a Recipet Kft.-nek, mely PET-palack feldolgozást fog végezni. Három héttel ezelőtt megjelent a magyar közlönyben, hogy a támogatást megítélték nekik, a tervek, a jogerős építési engedélyek készen vannak, most már a beruházókat próbálják kiválasztani, a kivitelezőket, erre pályáztatást írtak ki, és ha az megszületik, akkor az időjárás függvényében most, de legkésőbb a tavasz folyamán elkezdik ennek is az építését. Hol lesz pontosan ez a beruházás, ez az üzem? Ez az üzem pontosan az állomás épületével szemben lévő területen lesz. Uh-huh. Tehát akkor a hulladékfeldolgozó mellett úgy kell valahogy elképzelnünk? A hulladékhasznosító mellett van egy 5 hektáros terület a vasút mellett végig. Ezt két részre osztottuk. Az egyik fele, amelyik a hulladékhasznosító felől van, tehát a peronokról látható, az egy üveghab gyártó cég, azaz hulladéküveg felhasználásával foglalkozó cégnek ajánlottuk ki. A tárgyalások folyamatban vannak, és ettől a Gyarmati út felé lévő terület, amit az állomás épülete elől látunk, ott 26.500 négyzetméteren fog megvalósulni. Az az üzem, amely nagyon környezettudatos feltételeket vállalt. Az ő általa forgalmazott, és mások által is természetesen forgalmazott műanyag palackokat újra felhasználja, úgy, hogy kellő tisztítás és feldolgozás után ismételten fel tudják ugyanabban a palackozó üzemben majd használni. Ez egy újabb munkahelyteremtő beruházás lesz a városban. Ez újabb 50 munkahelyet jelent, és remélem, hogy jövő év őszére, nyár végére már az az üzem is be tud indulni. Hétvégén lovasnapok volt önnek is, úgy tudom, rendesen munkája ezen a hétvégén, hiszen testvérvárosi delegációk érkeztek Karcagra. Honnan érkeztek a delegációk, és mi volt önnek a feladata? Merre jártak a delegációkkal? Nekem nagyon egyszerű és nemes feladatom volt,
hisz az eddig elhangzottakról kellett idézőjelbe téve dicsekedni, és a városunk jó hírét továbbvinni. Dobos László polgármester úr korábban rendszeresen jött, nézte a területet, bejártuk, megbeszéltük, hogy mit, hogyan fogunk megépíteni, és most is a négy testvérvárosi küldöttséget Vajdaságból, Székelyföldről, Lengyelországból és Felvidékről érkeztek. Nekik be tudtuk mutatni azt a szobrot és alapkövet, ahol tavaly Fazekas Sándor és Varga Mihály miniszter urak elhelyezték az alapkövet, és örömmel tájékoztatom, hogy szintén vállalták, hogy itt lesznek a 25. átadó ünnepségen. Mit szóltak a látottakhoz, az elképzeléseinkhez? Csodálkoztak, hogy egy ilyen kisvárosban ilyen beruházások valósulnak meg, de örömmel vették, és az egyik alpolgármester, Bácskosútfalváról Pecsenka András azt is kérte, hogy ha rendelkezésemre állnak az anyagok, akkor továbbítsam már neki, hisz ennek hírét szeretné vinni, egyrészt az ottani lakosoknak, másrészt környezetvédelmet oktat, és a diákoknak be tudja mutatni, hogy így is lehet élni. Az előbb már egy kérdésemre válaszolva egy újabb részinformációhoz jutottunk, mégpedig ahhoz, hogy egy újabb üzemmel is tárgyalnak a jövőre vonatkozóan. Erről mit tudhatunk? Egy üzemmel tárgyalnak, vagy esetleg több üzemmel kapcsolatban? Több üzemmel is tárgyalunk. Már kétszer voltak helyszíni szemlén egy logisztikai cég képviselői, akik a téglagyár és a kialakítandó területből egy kb. 30 hektárnyi területet szeretnének megvásárolni. Itt egy logisztikai céget építenének nagy csarnokokkal, kiberakodással, közúti és vasúti fuvarozással egyaránt. Ami nagyon fontos volt, hogy nekik egy olyan iparvágány kellene, amely minimum 900 méter hosszú. A területet megvizsgáltuk, nem nagyon kellett, hisz kellő helyismerettel rendelkezek, és örömmel tájékoztattam őket, hogy 930 méter az a terület hossz, amit ők kiszemeltek maguknak, így ez sem akadály. Természetesen még sok tárgyalás, egyeztetés szükséges ahhoz, hogy itt elkezdődjön egy beruházás, de szívesen tájékoztatom önöket és a televízió nézőit is arról, hogyha akár ez, akár az üveghab, vagy egyéb tárgyalások olyan stádiumba kerülnek, hogy akár aláírásra is kerülhet a sor. És akkor nagyon-nagyon sok új munkahely is fog létesülni a városban. Remélhetőleg sikeresek lesznek ezek a tárgyalások. Így van, és külön öröm számunkra, hogy a vasút melletti területet ökoparknak neveztük. Ez a megvalósulás folyamán a betelepült üzemekkel és a leendő betelepülő üzemekkel megvalósul, és így tudjuk támogatni a környezettudatos gazdálkodást. Hogyan látja a jövőt? Nagyon optimistán. Nagyon optimistán. Nagyon sok munkával, nagyon erős feladatok megvalósításával, de úgy érzem, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy Karcagon a munkanélküliség jelentősen csökkenjen. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és hogyha bármi újabb fejlemény van az ipari parkkal kapcsolatban, akkor visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm szépen a lehetőséget, én pedig a Karcag TV-t várom az útátadásra, illetve az alapkőletételre, hogy tájékoztassák Karcag lakosságát. Ott leszünk. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.